Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Túléltük oktatási panelen. Egy első éves hallgató vagyok, az 5-ös Loránd Tudományi Egyetem oktatásában, és a Debreceni Egyetem Gyakorló Gimnáziumában voltam végzős gimnazista. Lehetőségem volt megtapasztalni az online oktatás hatásait első kézből, és erről fogok egy rövid tapasztalati beszámolót tartani. Kezdjünk is neki. Nos, alapvetően ugye tudjuk, hogy nagyon negatív volt a közvélemény erről az időszakról, de ezt gondolom, hogy kicsit túlsúlyozták a hangok, ugyanis rengeteg pozitív része is volt. Szeretnék is kiemelni egy párat belőlük. Szerintem elképesztően erős funkciója volt az online oktatásnak, hogy rendszerezett, áttekinthető volt a tananyagunk és a tanrendünk. Lehetett számítani arra, hogy mi lesz a következő, illetve vissza lehetett tekinteni, hogy mik volt azok, amiket már átvettünk. Ezáltal saját tempóban feldolgozható volt az anyag, illetve többször is, hogyha szerettük volna, akkor akár jövő évben is visszatekinthettünk egy következő munka feldolgozásához. Valamint online eszközöket és eszköztárakat bocsátottak lehetőségünkre, több iskolai, intézményi rendszerünk is volt, amin keresztül lehetett követni a haladásunkat, illetve hogyha voltunk annyira leleményesek, hogy saját forrásokat fedeztünk fel, akkor azok is segítették a felkészülésünket. Sokan teljesen átrepülnek azon, hogy az online oktatás lehetőséget ad egyébként a tanárhiány problémájának megoldására is, hiszen egy hatalmas probléma a helylimit a tantermeknél. Szerintem, hogyha egy tanár több osztálynak is szimultán tartana órát, ez hatalmas lehetőség lenne arra, hogy az emberek egy kicsit időt is spóroljanak, kicsit szűkítsük a tanrendet, illetve a tanároknak az óráit is visszavágjuk, hiszen ők rengeteget dolgoznak vele. Az adomdiák mozgalomnak egyébként volt is egy felmérése, az online oktatásban átlagosan egy órával nőtt az iskolában oktatással töltött idő. Szintén előnek tartom, hogy az online oktatásban egy új készségre tettünk szert, mind mi a tanárok. Ez egy nagyon heptében jött dolog volt, és hamar kellett alkalmazkodnunk. És ugye a szükség nagy úr, mi pedig megtanultunk ezáltal a szükségünkből adódóan egy újfajta rendszerhez alkalmazkodni, szerintem eredményesen. Hatalmas előny volt számomra mindenképpen, hogy saját tanulási módonban tanulhattam. Ugye manapság már elkülönítjük auditív, mozgásos, illetve vizuális tanulási módszereket a diákoknál, és ezeket lehetett szabadon keverni, illetve működtetni egy saját kényelmes környezetben, ahol komfortosan tanulhattunk. Mindezek által, a felületek által pedig a munka kiszabása és a megosztása egy nagyon egyszerű feladattá vált. Látható volt, és nem kellett arra hagyatkoznunk, hogy emlékezni fog az adott társunk vagy tanárunk a kiszabott munkára, hanem mindig vissza lehetett ránézni. Illetve az utolsó hatalmas előnyét annak nevezném, hogy az utazási időt és költségeket is megspóroltuk, ami nem utolsó sorban fontos az oktatás közigazgatásában. Na de, negatív dolgok is voltak bőven. Többek között limitált volt az erőforrás a digitális oktatáshoz. Szerintem egyrészt a tanároknak sem adatott meg a korszerű rendszer ahhoz, hogy eredményesen tartsanak órát. Itt nem hatalmas hiányokra gondolok, legalábbis az én esetemben, mert én egy képített közigazgatási területen lakok, de ugye hatalmas különbségek vannak megyék között is. Itt például arra gondolok, hogy a net megosztása gyakran problémát okozott, hiszen akadott az óramenete, illetve ez a diákok felől is megjelent, hiszen az eltérő családi háttereknél a szülők felelőssége, illetve a családi háttér az meghatározta, hogy hogyan megy a tanulás folyamata. Tehát a szülők felelőssége megnőtt. Mindezen által a tanulási modell az elképesztően dependens volt a diák motivációján, hogyha a diák nem akart tanulni, már pedig ez egy visszatérő probléma, akkor nem lehetett rávenni, hiszen nem is kaptak gyakran visszajelzést a tanárok. Egy kis idővonalon egyébként szemléltetném is, hogy pontosan hogyan is ment a tanulási folyamat nálunk. Az elején, amikor átálltunk, akkor mindannyian egy gyenge kezdetre számítottunk, amit hát mondhatni meg is kaptunk. Mindenki próbálta kitapogatni, hogy mi volt az a határ, amit
kézzelfoghatóan meg lehet húzni, mi az, ameddig minket tolni kell, és mi az, amin felül kell kerekedjünk ahhoz, hogy eredményes oktatásunk legyen. Ez körülbelül 2 hónapig tartott, amikor is már elértük azt a határt, és onnantól kezdve majdhogy nem lehetetlen feladatokat kaptunk. Ezt egy 1,5 hónap alatt sikerült is visszavágnunk. Folyamatos kommunikáció kellett a tanárok és a diákok között ahhoz, hogy ez sikeres legyen. De miután beállt ez az igény illeszkedés, és olyan feladatokat kaptunk, amik megfeleltek a készségeinknek, valamint kihívást is bizonyítottak, utána eredményesen tudtuk lezárni az első fázisát. Ugye szeptemberben újabb jelenléti időszakkal kezdtünk, azt egy kicsit elveszhettük csak, hiszen hamar jött a 2. vagy 3. hullám, már nem is emlékszem őszintén. És utána pedig az érettségre álltunk át, aminél egy önszerveződési folyamat állt elő. Tehát a tanárok szerepeit kicsit lecsökkent, mi kisebb csoportokra bomlottunk, teljesen autonómban egyébként, tehát különböző külső harmadik felek által biztosított szolgáltatásokon összeültünk és beszélgettünk a tananyagról, konzultáltunk, amilyen tárgyakat el lehetett sajátítani, azt elsajátítottuk egyedül, de a legtöbb dologból közös jegyzetet készítettünk, amit erősen megvitattunk, közben pedig folyamatosan monitoroztuk a követelményeket az oktatási hivatal oldaláról is, és ennek a kettőnek a függvényében alakítottuk ki azt a felkészültséget, ami kellett az érettségi sikeres elvégzéséhez. Szerintem egy remek alkalom ez a változtatások bevezetésére, és kíváncsian várom, hogy mit hoz a jövő a mostani diákoknak. Kíváncsi vagyok arra is, hogy a jövőben felkészülünk-e egy hasonló jelenségre, hiszen ez nem egyedi eset volt, vagy nem egyedi eset lesz. A múltban is voltak ilyen hatalmas katasztrófák, és tudnunk-e, hogy hogyan válaszolunk majd ez ellen. Illetve kíváncsi vagyok arra is, hogy át fogunk-e állni valaha a teljes digitális oktatásra. És ezzel a két kérdéssel át is adnám a panelnek a szót, akik ezt részletesen megvitatják. Hogyha bármilyen kérdés van esetleg hozzám, akkor most lehet intézni, de egyébként az előadás után is szívesen beszélgetek. Ebben az esetben. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Működik? Hallanak? Igen. Köszönöm. Köszönjük szépen Bíró Mátyásnak a felvezető gondolatokat. Megkérem a kerekasztal beszélgetés részvevőit, hogy foglalják el helyüket itt a pódiumon. Köszöntök mindenkit. Egy rövid bemutatkozással kezdeném, engem Papp Violának hívnak. Szegedről érkeztem, én orvosként végeztem tanulmányaimat, és jelenleg is betegellátásban dolgozom, illetve klinikai kutatásokban, és a Szegedi Tudományegyetem doktorandusz önkormányzatának elnökeként, mint PhD hallgató érkeztem a mai rendezvényre, illetve kaptam felkérést a beszélgetés moderálására. Ez működik. Ha megengedik, körbeadnám a mikrofont. Azt gondolom, hogy nem kell személyesen bemutatnom a beszélgetés részvevőit, mégis arra kérem őket, hogy pár szóban mondják el, milyen minőségben érkeztek a mai napra, illetve milyen gondolatokkal. Köszönöm szépen. Mosányi Emőke vagyok, logopédus, és a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatnak a főigazgatójaként jöttem. Én azt gondolom, hogy logopédusként a kommunikáció terén ez az elmúlt 1,5 év igazán sok nehézséget okozott, úgyhogy én azt gondolom, nagyon kíváncsian várom ezt a beszélgetést. Köszönöm. Engem Robert Pernak hívnak. Én 2 arccal is vagyok itt. Egyik, mint egyetemi tanár, másik, mint ilyen jövőkutató, digitális oktatás szakértő, remélhetőleg válaszokat kereső ember. Szeretettel köszöntöm Önöket, én Ári Tamás Lajos vagyok, az oktatási jogok biztosa. Az elmúlt időszakban egy ilyen különleges ficakja volt a munkánknak a digitális oktatás időszakában érkezett panaszok halmaza, szívesen beszélgetek erről, és várom kíváncsian a kollégák reflexióját, ez izgalmas lesz szerintem, ahogy egymásra reflektálunk.
Brassói Sándor vagyok, az Oktatási Hivatal megbízott elnökeként dolgozom már itt mindegy éve, és egyébként pedig közigazgatásból, oktatási irányításból szemlélem a köznevelés felsőoktatás rendszerét, egyébként meg egyetemi oktatóként, egyetemi címzetes docensként is tanítok, úgyhogy pedagógus hallgatók széles körébe találkozom évről évre. Így a Covid kapcsán megtapasztaltam én is a online felsőoktatási és államvizsgáztatási rutinokat is, úgyhogy ez egy szerteágazó terület volt. Köszönöm szépen. Még mielőtt rátérnénk a tervezett tematikára, én azt gondolom, hogy egy kis teret adnék a reflexióra itt a felvezető előadás kapcsán. Valamennyien érintettek vagyunk a Covid pandémiában, akár az oktatás, akár minden más területén, esetleg a Mátyás által felvetett kérdésekre is, ha aki gondolja, tud válaszolni. Elkezdem, és akkor majd könnyű lesz csatlakozni. Ugye az oktatásban ugye van két fő szereplő, a pedagógus meg a tanuló, vagy oktató és a hallgató, és ez körülvesz egy környezet, ezt mind látjuk a közigazgatással, szülővel, fenntartóval, infrastruktúrával, és hogyha bármi kritikus krízis helyzet van az oktatásban, akkor ez mindig valahonnét jön. Úgyhogy ez a mostani Covid, ez egy olyan helyzet volt, én úgy láttam, hogy ez sajnos mindegyik oldalt egyszerre támadta meg egy időben, elég összehangoltan. Tehát sajnos nem csak a diákságot támadta meg a járvány, nyilván a pedagógusokra is egészségügyi és egyéb hatása volt, de ugyanúgy a szülőkre is, és ebben a környezetben, ugye, ahogy itt az előadó fölvázolta, egy csomó ilyen szvotoljuk, akkor mindenféle hatások voltak, plusz-minusz, ugye hátrányok, előnyök, kihívások, és így tovább. Én azt láttam egyébként, hogy ha megnézzük például akár az OECD-nek, vagy az EU-nak is mindenféle ilyen riportolási mániája volt, hogy kérdezgetik a tagállamokat, hogy na vajon hogy élték túl, milyen hatások voltak a Covid miatt, akkor én azt mondom, hogy nyilván nagyon nehéz ezt rögtön gyorsan lereflektálni, de ahogy az előadó megpróbálta, valóban ennek voltak olyan hatásai, amire azt mondanám, hogy a magyar köznevelés, vagy a magyar állam, vagy a magyar felsőoktatás akár viszonylag jól lekezelte, hiszen volt egy előzetes tudása a pedagógusok nagy részének a digitalizációról, a digitális eszközhasználatról, digitális tananyagok álltak rendelkezésre, FESZ, tehát a letölthető módon, követelmények, Kréta rendszer, tehát egy csomó platform megvolt ehhez. Annak ellenére, vagy ennek ellenére mégis nagyon váratlanul jött, és én azt láttam, hogy azok a közösségek, azok a családi és tanulói közösségek, vagy tanárközösségek, ahol egyébként megvolt az igény, az önfejlődése, és nem úgy tekint erre, hogy Úristen, most mi lesz, hanem leültek egy kicsit, megálltak, gondolkodtak, hogy tényleg az iskolánkban hatféle platformot kell használni a gyerekek felé, vagy alakítsunk ki egyet, és azon kommunikáljunk egységesen, és ezért én is azt láttam, hogy nagyon sok helyen ez egészen hamar el tudott indulni, és hát nagyon sok helyen meg egyáltalán nem tudott elindulni. Tehát jól látszik a oktatási rendszereken, köznevelés, felsőoktatás, szakképzés is, hogy nagyon változó volt ennek a lekezelése, és ahogy itt az előadó is mondta, ebből nagyon sokat tanult mindenki, én azt gondolom, iskolák is, vezetők is, állami igazgatás is, közigazgatás is. Másik oldalon meg én azt gondolom, hogy ahogy a társadalomban lenni szokott, nagyon sokan meg, hát még mindig azt várják, hogy mert készen jön valami mindig, amit meg kell oldani, és nem törik magukat azon, hogy megpróbálnak adaptálódni egy ilyen helyzethez. Úgyhogy én nagyjából én azt láttam, hogy azt kaptuk, amit nagyjából ki lehetett számítani ebben a covidos helyzetben. Nagyon heterogén volt ez a megosztás. Egy gyakorló iskolában azt gondolom, hogy értelmesebb, felkészültebb gyerekekkel, jó pedagógusokkal, jó háttérrel valószínűleg könnyebben vették, és nyilván mindig erről szoktak sokan beszélni, hogy a nagyon hátrányos helyzetű családok, ahol egy laptop van és 8 gyerek a családban, ott vajon hogy tudta ezt a rendszer kezelni? Nyilván sehogy. Tehát ez nem úgy van, hogy így megoldjuk. Okosakat lehet erre mondani, de ehhez idő kell. A közigazgatás is megpróbált ezt lereagálni, hát az OH részéről mindenki látta, hogy mennyi online informatikai megoldást alkalmaztunk, de hát mindenkit ezen nem lehet elérni. Úgyhogy ehhez igazodni kell bizonyos értelemben a rugalmas szabályokkal, és hát olyan partnerekkel, ami alapvetően az együttműködése és a problémának a kezelésére céloz. Rengeteget tudnék beszélni, de inkább nem teszem.
Egy gyors reflexió. Egyrészt nagyon szépen köszönjük az előadást, és ez tetszett, ahogy előnyökre, hátrányokra osztotta az időszakot. Én magam is ezt tenném, ha megengedi röviden. Hát nem tudom, hogy előnye vagy hátránya kezdem egy különleges gondolattal, amit szívesen elmondok, amikor digitális oktatást elemzünk. Ez nem digitális oktatás volt. Ez egy digitális dzsungelharc volt. Ez egy túlélő időszak volt. Hát nem lehettünk fölkészülve, és nem azért, mert az OH, vagy a minisztérium, vagy a tanárok, vagy a gyerekek rosszul készültek föl. Nem, erre nem lehetett fölkészülni. Azoknak sem, akik a legjobb digitális kompetenciákkal rendelkeztek, minden szoftvert ismertek, és rengeteg laptop van a házban, mert hogy a digitális oktatás, az, ahogy mi elképzeltük korábban, az volt, hogy van egy iskolai platform, ez többnyire egy épület, vagy néha épületen kívül, és a digitális eszközök, technológiák, ezt a pedagógiainak nevezett folyamatot elkezdik segíteni, a diákok önszervező csapatáit elkezdi segíteni, és akkor ez egy kicsit más pedagógiai világ lesz, mint ami volt az én nagyapám idején, vagy akkor, amikor én voltam gyerek. Tehát erre nem készülhetett föl senki, se azok, se a közigazgatás, se az iskolák, se a gyerekek, se a családok, senki. Innen induljunk el, mert nem kell magunkra húznunk több, hogy mondjam, vétket, mint amennyit tettünk eleget. Természetesen az első időszak az a kínlódásé volt, mindenki keresett platformokat, elindult az, hogy most akkor mit is csináljunk, ami jó lehet mindenkinek. Nagyon izgalmas volt, ahogy jöttek az ingyenes platformok, és mindenki örülült, hogy a diákoknak, meg a családoknak nem lesz anyagi teher. YouTube-ról javasoltak tanárok filmeket, ami ugye akkor ingyenes, ha a gyerek megnézi a reklámot. Tehát a tanárok kérték, hogy a gyerekek nézzék meg a reklámokat. Ugye a jogvédő azt mondja, hogy úristen, micsoda a helyzet. Az elején a tanárok azt kérték, hogy nem bízva a diákokban, fotózzák le, amit csináltak, vagy készítsenek kis videókat a lakásba, és akkor azt küldjék el az iskolának. Hamar beteltek egyébként a tárhelyek, de ennek ellenére tele voltak olyan fényképekkel és videókkal az iskolák, amelyekhez semmi közük nem volt, mert hogy a nagypapa alsogatjába, meg a festmény a falon, meg a zár nem egészen erős, amikor bezárja a gyerek maga mögött, és ezt látni mindenhonnan. Tehát számos olyan panaszt kaptunk, ami ezt mutatta. Ezeken a platformokon nagyon sok minden angolul van, tanárok meg nem feltétlenül ismerték az angol nyelvet, ezért előfordult az, hogy egy anyuka ír nekem, hogy a tesi tanár a hatodikos gyerekét arra kéri a gyerekeket, hogy a YouTube-ról nézzenek meg egy ilyen kis gyakorlatot, azt minden nap csinálják meg, majd pénteken vegyék fel videóra, és mutassák meg neki, hogy teljesítettek. Ugye a pasas csak angolul nem tudott, mert ha tudott volna, akkor megértette volna, hogy ez csak felnőtteknek szól, és csak heti két alkalommal lehet elvégezni, mert a vérnyomást a plafonra nyomja. És ilyen, rengeteg ilyet tudok mondani, amiben benne volt a jó szándék, és mindenki része a vasalódeszkás tanár, akiben bele kellett másznom a történetbe, hogy megmentsük őt az iskola számára. Tele voltunk ilyennel. És mindezek ellenére, vagy mindezek bicebóca, izzadságszagú megoldások ellenére, ha nekem vissza kell tekintenem már az időszakra, én azt mondom, hogy ez egy sikerkorszak, mert hogy nagyon sokan úgy álltak hozzá, hogy ez Magyarország legizgalmasabb oktatási innovációja. Csináljunk egy csomó olyan dolgot, ami eddig még nem volt. Ez mindenkire igaz természetesen, de ez elkezdődött, és azóta is tart szerintem. Sikerrel vettük a két érettségit, aminek kifejezetten örülök, mert ikerlányaim idén érettségiztek, tehát hogy belülről izgultam végig ezt a történetet. És hát én azt remélem, ha kíváncsiak vagyunk a jövőre, kedves Mátyás, hogy vajon mérünk-e most eleget, hogy tanuljunk abból, ami eddig volt, azért, hogy azokat a hibákat, amiket elkövettünk, ne kövessük el újra, vagy az, ami igazán működött, azt most beépítsük, hogy nosza, akkor ilyen irányokba érdemes a digitális oktatást elindítani. A tanárokat, ha ilyen kis közvélemény kutatást csinál majd a volt iskolájába, akkor pontosan el fogják mondani, hogy mire jó a digitális oktatás, és azt is el fogják mondani, hogy mire biztos, hogy nem jó az, amit eddig ebben a másfél esztendőben csináltunk. Akkor haladjunk is sorrendben, hogy ne legyen verekedés, de rövid leszek. Mi mindig egyetértünk, de nem azért, mert megbeszéljük, hogy egyetértünk. Tényleg egy dzsungelharc volt szerintem, és néhány más szempontot próbálok behozni.
hogy mit tanultunk mi ebből. Az, hogy tanultunk, meg jó lesz, vagy sem, hát ezek úgyis folyamatos változások. Amit ez tett, szerintem az egy erős görbetükör, amit 10-15 éve beszélgetünk e-learningről, és hát kb. Úgy is maradt 10-15 évig. Tehát voltak pilot projektek, izgik voltak, és akkor egy olyan nyugalomban lehetett a konferenciákon beszélni, hogy hát ez úgyis ilyen pilot projektek lesznek, tehát 30 ember, ők csillogó eredményeket hoznak, mert ők motiváltak, és akkor tök jó, meg egy pályázattal lefejlesztünk egy tananyagot, az is szuper. És akkor de hátul ott motoszkált, hogy de jó lenne egyszer, ha mindenki kipróbálna, és mindenki kipróbálta. Amit szerintem hozott, hogy a technológiánk ott volt, tehát a Teams, meg ezek ott porosodtak, és egyszer csak elkezdtük aktiválni, és igazából mindenki megugrotta. Van, aki kevésbé, van, aki jobban, néhány új szórakoztató jelenség jelent meg, ugye nem tudom ki hányszor hallott az elmúlt másfél évben a le vagy némítva átpád, mindegy a legjobb gondolataim elszálltak. Ezeket úgy kitanuljuk, meg így integetve köszönünk, hanem szerintem amit hozott, az, hogy szembesítette az oktatást azzal, hogy nem érünk. Tehát azért az oktatásban, és most gonoszul és trollan is röviden mondva, azért van egy olyan, hogy nem nagyon tudom, hogy a másik mit tanít, mondjuk egyetemen, középiskolában, meg nem nagyon tudom, mire készítem föl, viszonylag szobatisztává nevelem, megtanítok egy alapszókincset, és akkor úgy menjen tovább. A digitális oktatásban viszont pontosabban kell tudnom, hogy honnan, hová akarom eljutatni. Ha ezt tényleg definiálom, akkor meg tudom, akkor tudom értékelni, tudom mérni, hogy eljutott-e onnan oda, és akkor át tudom adni a következő órára. Tehát össze kellett hangolni a tevékenységeket, és ez szerintem ami olyan sokot okozott, ami hosszú táv lesz, nem a technológia, hanem hogy tényleg mit akarunk, milyen tudástranszformáció, illetve hova akarjuk eljuttatni. És eddig volt egy ilyen béke, hogy hát úgyse tudjuk, mit fognak dolgozni végül is, na majd hát tanuljanak meg tanulni, hát jó lett, de nem jó. A másik, amit szerintem tanultunk, és ez sajnos az én szakmai karrieremnek se egyik tanulság, amikor már jó, most már több évtizede elkezdtük kutatni a digitális kultúrát, jó volt azt mondani, hogy a rosszabb helyzetben lévő csoportoknak lehetőséget ad. Vidéken van, de mégis tud dolgozni távolra. Zseniális újságíró, és most már tud publikálni. Azt látjuk, hogy a technológia ugye buborékokba zár, amit szerintem még tanultunk, hogy aki kockázatos és lemaradóban van, akkor azt biztos, hogy le fogjuk hagyni, ha nem figyelünk oda. Vagy azért, mert nincs jó netje, vagy azért, mert bármi a viselkedésével, szellemi kapacitásaival, elvárásaival, háttértudásával, kulturális tőkével van, ezeket az embereket úgy szórtuk ki, mint a szél. Most itt tartunk, akárhogy is nézzük, és ezen változtatni kell, hogyha itt a jövő oktatásáról beszélünk. A harmadik szerintem az, hogy bebizonyosodott, hogy ezek a régi problémák, amikről szerettünk konferenciákon beszélni, hogy hát a diákok lenézik a tanárokat, mert ők bénák az okostelefonnal, meg ilyesmi, ez nincsen. Ha kell, akkor tudjuk használni. Viszont az, hogy hol ér véget a tananyag és hol kezdődik az oktatás, nagyon szeretek arról beszélni, hogy egy mai diák már számítógépes játékból többet tanul, mint órán. Most ezeket próbáltuk vegyíteni, és ezt azért nem tudtuk jól csinálni, mert nem volt mérés, nem tudom, hogy pontosan hova akarom eljuttatni, és ezek okoznak kavarokat. Úgyhogy én ezt technológián túli dolgoknak tartom, amit tanultunk, sokan reagáltak rá, de én az, hogy ilyen tanulási folyamat lenne, ez inkább csak egy magabiztossági folyamat kell legyen, hogy tudjuk így csinálni, és meglátjuk, hogy melyik tanár tud valóban választ adni arra, hogy jó, én itt tanultam, ezen túl itt tanítok. Mert most volt egy kegyelmi időszak, hogy jó, csak csináld, de hogyha most azt mondja egy tanár, hogy rendben, nekem ez bevált, én így fogok, de mondjuk a nem tudom, nemzeti alaptanter, vagy az igazgató, vagy bárki azt mondja, hogy de ez a YouTube-os tanítás, ez a múltő, akkor végül is nem sok változott. Én azt gondolom, hogy most tényleg a koronavírus egy nagyon-nagyon rossz dolog, félreértés ne essék. Ez egy szuper innovatív időszak volt, és én végtelen sok nagyon jó projektet láttam. Végtelen sok depressziós diákot láttam, végtelen sok depressziós tanárt láttam, és abban bízom, hogy ez nem a digitális oktatás miatt volt, hanem a Covid miatt. Például ennek is ki kéne derülni, mert hogyha digitális oktatás miatt volt, akkor választ kell adnunk arra, hogy pontosan mi az oktatás. A reflexek bennünk vannak, tehát sokan azt gondolják, hogy örökre megváltoztunk, most már nem fogunk kezet fogni. Most is a terem is úgy alakult ki, a klasszikus hallgatói első sorok üresen. Aztán szépen megtelt, és így megteltek az első sorok is, de hogy ez így működünk, a digitális oktatásban nem voltak első sorokat, más reflexekkel kellett, és az utolsó, azért is a mérés azért fontos, mert a számonkérés az, ami nincs kidolgozva a digitális oktatásban, nem tudjuk, hogy mit kérjünk számon, hogy, és akkor ezt vagy úgy oldottuk meg, hogy rádobtunk végtelen mennyiségű tananyagot, hogy én akkor ki vagyok pipálva, mert én végül is sokat várok el, tehát nem hibázhatok,
vagy úgy, hogy hagytuk, hogy ilyen, mondjuk úgy, hogy alkotói közösségek jöjjenek létre a hallgatók körében, ahol minden egyéni teljesítmény igazából egy csoportos sebességi dolog volt, és erről nem veszek tudomást, azért már végül is legyen meg a jegye. Tehát amíg szembesültünk azzal, hogy mérnünk kell az oktatást, és erről beszélünk ezer éve, de most már nem kikerülhető. És hogyha ezt nem oldjuk meg, akkor az, hogy digitálisan oktatunk, vagy analógon, az ugyanaz lesz, csak a csatorna lesz más. A valódi digitális oktatás a mérésnél fog kezdődni. Egy picit más oldalról szeretnék rávilágítani erre az egész helyzetre. Nyilván abból adódóan is, hogy mi egy picit más korosztálya, tehát igazából az óvodás, kisiskolás korosztálya dolgozunk elsődlegesen, és az ő esetükben igazi kihívás volt mindenkinek. És kérdés az, hogy mi maradt egyáltalán meg belőle. Szerencsére az ő esetükben azért viszonylag rövid volt a teljesen digitális hát ellátás, mert ezt oktatásnak semmiféleképpen nem nevezném, de hogy sokkal több volt benne az emberi tényező, és nem nagyon lehetett leszűkíteni csak egy információ átadásra, vagy egy valaminek az elsajátítására, hanem bizony az egész személyiségre kellett hatnunk. Hát én azt gondolom, hogy először inkább a kétségbeesés uralkodott a kollégáinkon, mert olyan intenzív kapcsolatot kellett volna, és annyira motiváltá kellett tennünk a szülőket, ami gyakorlatilag több hétnek az eredménye az a picike, amit el tudtunk már rögtön érni. Én azt gondolom, hogy ez egy végtelen nehéz dolog, és a szülők legalább annyira kétségbe esettek voltak akkor, amikor volt bizony egy lemaradó, félben lévő pici gyermekük, akár egy fél éves kis csecsemő, akinél bizony nem mindegy, hogy most akkor fél év kiesik a fejlesztésből, vagy nem, és akkor most majd mi majd elmondjuk neki, hogy ő hogyan fejlesz-e otthon egyedül a gyermekét. Én azt gondolom, hogy hát nagyon-nagyon sok kérdőjelet tett ez fel a számunkra, hogy hogyan lehet és miként lehet, és hogyan tudjuk a szülőket még jobban bevonni, mint ahogy eddig tettük. És bizony, ott, ahol ezt meg tudtuk tenni, ott nagyon-nagyon jók lettek az eredmények. Tehát az, ahol a szülő érdekelté vált, még jobban érdekelté vált, belelátott abba, hogy tényleg hogy történik a fejlesztés, hiszen most ő csinálja, mi meg csak kísérjük ezt a folyamatot, ott bizony sokkal jobban fejlődtek a gyermekek. Nyilvánvalóan abban a helyzetben, ahol a szülőt nem tudtuk motiválni, vagy olyan helyzetben volt, hogy igazából el sem érte az ellátást, akár internet, akár bármi más miatt, ott azért nehéz volt. Már korábban is elkezdtünk azért olyan segédanyagokat készíteni a szülőknek, amit telefonon tud, és egy másfél perc az egész, pillanatok alatt tudja, ahogy leül a gyermekkel el a szőnyegre, akkor ott bekapcsolja és rögtön nézi, nem kell felkészülni, azonnal segít neki. De azt gondolom, hogy ezeknek iszonyatos mennyiségben kellene ilyen videós, kis, pici, nagyon pici elemekkel segítenünk a szülőket. Talán ez lenne az, ami a leghatékonyabb lenne ebben az esetben. És akkor utána az a kérdés még, hogy hogyan hatottak ez a kollégákra, a szakemberekre, és hogyan a szülőkre és a gyerekekre. Azt gondolom, hogy erről még sokat kell beszélnünk. Köszönöm szépen. Hát egy súlyos másfél év van az oktatás mögött is, ugye, mint a legtöbb terület mögött. Hogy egy pillanatra visszatekintsünk, ugye a 2020 tavaszán a pandémia eszkalálódásával nagyon sok ország döntött teljes iskola lezárása mellett. 2020 áprilisában az UNESCO nyilvántartása szerint 188 országot érintett a teljes iskolabezárás. Ez közel másfél milliárd fiatalt érintett az általános iskolai felkészítőtől a doktori képzés szintjéig. Magyarországon március közepén kezdődtek az iskolabezárások. A 2021-es tanévet ugye a felsőoktatás kivételével hagyományos jelenléti módon tudták megkezdeni az intézmények. Novemberétől már a középfokon ismét digitális munkarend, illetve tavasztól, 2021 tavaszától az általános iskolákban is digitális munkarendre történt átállás. Ez egy komoly, majdnem egy adaptációs folyamat is ez az elmúlt másfél év. A beszélgetésünk címe az, hogy túléltük. A kérdésem, hogy túléltük-e? Mi élte túl, mi az, ami nem élte túl, mik azok a struktúrák, funkciók,
amik akár nem élték túl ezt a másfél évet, vagy esetleg annyira háttérbe szorultak, hogy most nagy megmentésre van szüksége az esetükben, mi az, amit érdemes megmenteni, és hogy állunk most ehhez a kérdéshez. Köszönöm szépen. Én is szeretem Árpádot, olyan előzékeny a nehéz kérdéseknek. Köszönöm. Megpróbálom felsorolni, mi az, ami az ombudsmanhoz panaszok érkeznek, tehát könnyű egy kicsit a negatív oldaláról elindulni, hogy mi az, amit hagyni kell. Tehát hogy azt nem biztos, hogy tovább kell vinni. A tanítónénik azt mondják nekem, hogy betűvetést nem lehet digitálisan megtanítani. Majd legalábbis még nem látja senki, hogy ez hogyan lehet. Tehát az egészen kicsikkel nem lehet tévéképernyőn keresztül, vagy a logopédiai feladatokat el lehet mutatni szegény anyukának, de nem biztos, hogy úgy csinálja, és akkor nem tudjuk, hogy segítettünk-e, vagy nem segítettünk. Tehát az egyik az a kis gyerekeknél, ott meg kell keresni annak a módját, hogy ott legyünk körülöttük és segítsünk. A fogyatékossággal élő gyerekek esetében azt láttuk, hogy itt az egyáltalán nem olyan egyszerű a helyzet, hogy most akkor átállunk digitális üzemmódra. Mozgásukban korlátozott gyerekeknél azt mondták a szakemberek a szülőknek, hogy inkább semmit, várjunk egy kicsit, amíg megint valahogy lehet, mert ha rosszul csinálnak valamit, és balesete lesz a gyereknek, vagy rossz irányba megy a fejlődése, akkor nagyon nehéz őt visszahozni bizonyos helyzetekből. Tehát ez az, amit valószínűleg érdemes átgondolni, hogy ezeken a területeken a digitális oktatás az hogy, miként, miben segít. Ami kifejezetten pozitív volt, és azt én örülnék, ha megmaradna, az érzés. Én szívesen fognék össze sok mindenkivel, hogy ezt tegyük jól kézzelfoghatóvá. Nevezetesen, hogy a tanárnak a presztízse határozottan emelkedett. Tehát a szülők most jöttek rá, hogy basszus, mit csinál a tanár? Hát megnyomorodok itt a gyerekekkel, pedig csak néhány órát tanulunk, és hogy ha ezt csinálja a tanár, akkor respekt. És azt gondolom, hogy ezt érdemes, ezt éltetni, ezt az érzést, ezt építeni, ezt az érzést, mert mindnyájan nyerünk, ha tanár jól érzi magát. Hogy ezt hogy kell csinálni, annak számos formája lehetséges, erről szívesen beszélek. És hogy mi az, amit tovább vinnék, elhangzott a felvezető előadásban is, de az én tapasztalatom is ezt aláhúzza, hogy a generációk egymástól tanultak. Tehát már korán sem az volt, hogy mindent a tanár tud, és a gyereknek az a dolga, hogy üljön, hanem elkezdték a diákok segíteni a tanárokat, hogy semmi gond, majd mutatjuk, vagy csináljuk, vagy akkor derült ki, hogy milyen rejtett kincsek vannak a tanárokban, amikor kiderült, hogy ebben nyitottak voltak-e, vagy mások pedig, hát nem voltak rejtett kincsek, mert bezárultak, és nem engedték, hogy a diákok segítsenek, de a nagy tapasztalat mégis az, hogy egymástól tanultak a generációk, és ezt azt gondolom érdemes megőrizni, mert a jövő oktatása az én béljósló tehetségem szerint biztos, hogy más lesz, mint ami a pandémia előtt. De hogy milyen volt, az, én örülnék, ha olyan lenne, ahol a generációk egymástól képesek tanulni. Ez egy pozitív tapasztalat volt. Aztán van még néhány dolog, amit biztos, hogy meg kell őrizni és el kell engedni, de jogászként vagy jogvédőként én ezeket tartanom a legfontosabbaknak. És akkor kedvesen. Köszönöm, megkapom én még ezért a büntetésemet, mármint, hogy igen, elkezdtek generációk együtt dolgozni, és ez tényleg szuper volt. És ebben segít a vészhelyzet. Azért azt mondani, és most kicsit magunk ellen beszélni, igen, az elején vészhelyzet volt, egyből kellett eltenni, de utána volt egy nyarunk. Hát a második időszakban, úgymond, amikor már digitálisan oktattunk, azért ezek az összekacsintások, hogy hát még nem tudom, hogy kell csinálni, azok azért már nem voltak illőek szerintem. Tehát, hogy azért már csináltuk néhány hónapig. Tehát nagyon nem mindegy, hogy egy ilyen vészhelyzeti távolléti oktatás, ahol az oktatási térben megjelenik a szülő, vagy egy most már profi digitális oktatás. Az, hogy ki mennyire készít föl, ez múlott néhány dolgon. Én csak azt szeretném kiemelni, hogy az, hogy valami digitális csatornán folygató, még nem digitális oktatás. A mostani nagy kihívás az ugye a kezdet-kezdetén kevesek tanítottak keveseket. Mentek fel alá filozófusok, peripatetikus iskola, örül mindenki. Utána jött, hogy kevesen
tanítottak sokakat, de ugyanarra. Ipari forradalom, azt akarjuk, hogy tudják kezelni a gépeket, tudjanak írni, olvasni, és ezt átadtuk, ezt a tudást. Most az az elvárás, hogy kevesen tanítsanak sokakat, de személyre szabottan. Mert másképp kihullik a rendszerbe egy csomó ember, és elveszítjük őket. Ezt viszont csak digitális eszközökkel tudjuk, mesterséges intelligenciával, adatokkal, amikor én már ismerem. Per pillanat az oktatás tud a legkevesebbet a hallgatókról. Közösségmédia mindent tud, telefonja mindent tud, de én semmit. És elkezdek adatokat gyűjteni. Tehát majd például a digitális oktatás akkor lesz érdekes a környezetben, ha nem egy szűz Teams-el kezdek, hanem már 10 év adatai ott vannak nekem. Mi pont például ilyen, pont, hát koronavírus előtt azért már egy évvel az egyik tantárgyam nem bevezetnek a digitális oktatást, mert hogy nagyon sok hallgatóm van, és amikor én megörököltem a tárgyat, úgy örököltem meg, hogy hetente leadtak egy szemináriumi dolgozatot, 200 hallgató, 200-szor egy oldal, ahol hihetetlen szellemes kérdésekre adtak választ, hogy nem tudom, jól döntötte, X-X-X-ed eladta az e-business platformját. Most akkor ezt hogy ítéljem meg? Tehát, hogy van egy vélemény, eltér a vélemény az enyémtől, akkor megbuktatom, vagy azt mondom, hogy végül úgy gondolt valamit, ez egy teljesen analóg cucc. Digitális térbe zajlott, mert hogy digitálisan írtak, de ez nem digitális oktatás, ez a legrosszabb ipari társadalmi oktatás. Bevezettünk egy tesztet, a teszt mindig jó, automatikusan számol, örülnek a hallgatók neki, nem, de viszont elkezdtek tesztezni, és akkor heti másfél napon felszabadult, hogy teszteket csináltak. Akkor utána arra jöttem rá, hogy fogalmam sincs, hogy ők tudják-e ezt vagy sem, csak teszt eredményeket látok. Akkor bevezettem a CBM típusú tesztet, ahol be kell jelölni előtte, hogy mennyire tudja, és az szerint pontos. Ha azt mondja, hogy nagyon tudja, és nem tudja, akkor -9 pont. És akkor hirtelen lehetett tudni, hogy ő tudja-e. Akkor még jobban meggyűlölte. És ezt elkezdtük egy éves, akkor volt egy csomó adatom arról, hogy ők milyenek. És akkor jött be egy újabb generáció, és akkor ilyen értelemben egyszerű is volt nekem ilyen témában az átállás, mert azt mondtam, hogy ugyanúgy megy az oktatás, mint eddig, mert felszabadult másfél napom, és akkor ezt viszont rájuk fordítottam. És akkor én azt, ugye ez a kérdés feltevés, hogy mi a tanárság, és azt mondtam, hogy nem az a tanárság, hogy én javítom őket, hanem azt, hogy mindenkivel egyszer a fél év során tudjak beszélgetni személyesen. És akkor ezt így kitaláltam, hogy ebben segít a gép. Akkor jött a koronavírus, akkor kiderült, hogy a gép abban segít, hogy ne betegedjünk meg, de pont kivette a rendszerből azt, hogy mi személyesen beszélünk, mert végül is lehet a Teams-en ingyenesen, de hát egyszerű kamera nélkül, mert így akkor bárhonnan tudok beszélni, és így tovább, és akkor kivette a személyességet a rendszerből, és ez mind eltűnt. És akkor egy ilyen tanári válság jött nekem például, hogy akkor most minek vagyok itt a rendszerben, és egyre jobb tananyagokat csináltam, és most már igazából holnap ki tudnának rúgni, mert olyan jó tananyagokat csináltam, hogy ez nélkülem is elfut egy darabig. Hál' Istennek e-business tanítok, ott azért évente felfordul a világ, tehát nagyon elavultnak fog tűnni a tananyag, de végül is le lehet adni. Szóval, hogy érdekeket nézünk a digitális oktatásnál, mi a hallgató érdeke, azt én értem, hogy mi a hallgató érdeke, csak nem biztos, hogy ő jól tudja az, hogyha ő azt gondolja, hogy az én érdekem a túlélés és a jegy megszerzése, én meg azt mondom, hogy a csomó mindenre máshogy is meg akarlak tanítani. Testbeszédre, véleményformálásra, stb. Vagy arra, hogy legyenek kapcsolataid. Most is milyen jó, hogy itt vagyunk, és az emberek, hogy mosolyognak egymásra, megyünk, és látjuk, de rég láttalak. Ugye az online konferenciához képest, az online konferencia nagyon hatékony, de ez nem volt meg. Melyik jobb vagy rosszabb, ez nem az a kérdés, hanem mind a kettő kell egyszerre a jövő oktatását. Látjuk, tele lesz technológiával, csomó technológia kihullott a szűrőn, tehát hogy a digitális táblára nem tudom, ki emlékszik még, vagy hol van még, és hol nincs az, hogy a takarítónők már tönkretették az analóg tojaikkal. Lesznek hologramok, lesznek e-learning platformok, stb., de ez nem digitális oktatás, ez csak digitális eszközök vannak benne. Hanem azt szeretném, hogy mikor fogjuk elérni azt, hogy akik bármilyen szempontból lemaradók, és ez nem úgy lemaradó, hogy lehet egyszerűen csak azért, mert nem szeret annyira matekot, de matek zseni lehet, ez egy versenyképességi tényező. Ezt kell tudnunk megválaszolni, ahhoz meg nekem az kell, hogy tudjak személyes connectet létesíteni. Az kell, hogy a gép megcsinálja a strapet, és én tudjak személyes connectet létesíteni. Úgyhogy a jövő, tehát teljes, csak hogy válaszoljak is a kérdés, hogy átánk a teljes digitális oktatásra, remélem, hogy nem. Abban remélem, hogy nagyon rövid órák lesznek. Lehet, hogy csak heti 2 napot jönnek be majd a diákok. Lehet, hogy ez egy csoportos cucc lesz. Nem tudom, de ott inspirálják egymást, és akkor csinálják otthon. De a teljes elteles nem azért, mert még igazából maradi vagyok, vagy sem, hanem azért, mert én úgy definiálom az oktatást. Ha úgy definiálják az oktatást, a tudástranszformáció, akkor álljunk át a teljesen digitálisra, mert hatékony, tényleg sokkal hatékonyabb a gép. És azért is, és lezárom, hogy
gondolkodjunk azon, mindenki azt mondja, hogy nem tudjuk, mit fognak dolgozni. De tudjuk, mit fognak dolgozni 10 év múlva az emberek, 15 év múlva az emberek. Azt is tudjuk, hogy mik lesznek a skillek. Mivel a gépek hatékonyabbak és kényelmi rendszereket sokkal jobban építenek ki, az igazán fontos skillek az emberi skillek lesznek, hogy irányítsa, hogy kapcsolatot létesíts, stb. Most, hogyha, mert összes többit megcsinálják az algoritmusok, akkor pont erre kell megtanítanom, de pont ezt nem a digitális térben tanítom meg. Tehát versenyelőnek kell szertennem a gépekkel szemben, mert ugye azt, amit elértünk, és amire mindig vágytuk, elértük, mert mindent tudunk, minden nyelven tudunk, de a tudatossági szintlépés nem történt meg, mert nem tanultunk, csak a kezünkbe fogtunk egy eszközt, amit mindannyiunk zsebébe van. Szuper. A humán tényezőkkel erőltetni, meg szerintem nem ez, a valódi digitális oktatás kell hozzá. Ide adjam, vagy most már félek? Mert én a testbeszéded alapján úgy láttam, ne haragudj. Köszönjük szépen, Árpád, jól összefoglalta a pedagógus oldalról a veszteségélményt, és leginkább a saját tapasztalatai nyomán, ami a hallgatói tapasztalat után külön hiánypótló volt. Igen, csak azt szerintem pont itt folytatnám én is, hogy ezt az emberi oldalát is, ugye, amit mi semmiféleképpen ne engedjük, hogy elveszen, az a mentálhigiénia. Tehát azok a kutatások, amit nem Magyarországon, hanem egyáltalán nemzetközileg, akár Ázsiában, akár Európában, akár Amerikában végeztek, azok nagyon azt mutatják, hogy minden réteg sérült, mindenki. Tehát, hogy azok a szociális, spontán szociális kapcsolatok, amik kiestek, mert hogy szervezetten volt, tehát lehetett akár az online térben, akár azért személyesen is valamelyest találkozni, azok megvoltak, de ez a spontán, ez nem volt meg. És nem volt meg az a lehetőség, hogy kérdezzek, nem volt meg az a lehetőség, hogyha gondom van, akkor kihez forduljak. Így is nehéz, de akkor, hogyha ennyire meg kellett szervezni, hogy én akkor kinek írok, hova írok, a spontán kérdések bennünk maradtak, ott maradt a szorongás, ami ezzel kapcsolatban an ugye megjelent, és ez nagyon jól látható, és ezzel valamit tennünk kell. Tehát ezt nem, hogyha azt gondoljuk, hogy a digitális térben történik, nem feltétlenül csak a digitális oktatás, a digitális térben történik az oktatás, akkor bizony erre gondolni kell, és erre meg kell azokat szervezni, azokat a lehetőségeket, hogyha nyilván idősebb korosztályról van, akkor személyesen, ha meg fiatalabb korosztályokról, akkor a szülők bevonásával a szülőket is ennek is lehetőséget adva olyan beszélgetések, olyan személyes élményeknek a feldolgozása, ami sok esetben nem volt könnyű. Ugye egyértelműen olyan számok jelennek meg ma, hogy sokkal több bántalmazás volt ebben az időszakban, ami nem a digitalizáció miatt volt, hanem a bezártság miatt volt. És ezek a diákok, akik abban nőttek fel, otthon voltak egész nap, hisz kimentette őket az iskola, abból a közegből, ami esetleg az a családi közeg, ami éppen most nem volt a legharmonikusabb, akkor ezt ebben a létben mentek tovább és éltek, és erre, ha mi nem tudunk választ adni, mi nem tudunk segítséget nyújtani, akkor bizony nagyon-nagyon komoly következményei lehetnek ennek a másfél évnek is. Nyilván keressük a megoldásokat, keresünk olyan lehetőségeket, ahol segítséget nyújthatunk, készítettünk zöld számot, ahol szülők, pszichológus kollégákkal, szülők, diákok, tanulók, mindenki, pedagógusok is kereshetnek bennünket, és igyekszünk segítséget nyújtani, vagy megtalálni azokat a lehetőségeket, hogy hogyan. De hogyha ezt elfelejtjük, és ezt az egész digitalizációból ezt kihagyjuk, akkor azt gondolom, hogy mindent elveszítettünk, és nem nyertünk vele semmit. Köszi. Hát én is itt csatlakoznék itt a hozzászólókhoz, és leginkább itt Emőkéhez a gondolataihoz, mert hát én, hogy mi az én véleményem, hogy túléltük, nem éltük túl, hát éppen hogy, én ezt így érzékelem. Ezt sok oldalról meg lehet világítani. Ugye, ha én most a közigazgatás oldalán nézem, vagy kvázi kicsit a kormányzat oldaláról, hát túléltük. Hát volt érettségi 110 000-re,
vizsgázó, 400 ezer vizsga volt, felsőoktatási felvételi, sikeresen lement minden, hát semmi probléma nincs. Iskola kezdés kapcsán bejött 17 ezer online kérelem a szülőktől, nem kellett postára menni nekik és átvenni, sorba állni az ajánlott értékelvényes dolgokat, szoftveresen felépítettünk mindent, tehát az informatika azt olyanképpen és a szoftvereink azok kezelték a rendszert. Aki utána ment egy kicsit, az végső soron sikeresen abszolválta ezt a dolgot, tehát mondhatom azt, hogy tulajdonképpen a tanév lement, felsőoktatásban diplomát osztottak mindenhol, államvizsgáztattunk, vizsgáztattunk, szigorlatoztattunk, oktattunk, tehát a dolog mondjuk úgy, hogy túléltük. De ugye mi van mögötte? Ugye egy kicsit itt utaltatok rá ti is, ugye, hogy a szülő, engem is a minisztérium, amikor folyosan jöttek szembe, de mikor mennek már vissza a gyerekek? Már nem bírok velük otthon. Tehát ez a hozzáállás, ugye, hogy valóban, ahogy Lajos mondta, tehát, hogy, vagy azt, amit te mondtad, hogy egyszer a szülők elkezdték respektálni a pedagógust, mert hogy ő ott napi 5-6 órában 30 gyerekkel küzd, és a szülő az 1-2 gyerekkel otthon halára belefáradt, hogy most matek óra van, töri óra van, angol óra van, és a gyerek kérdez vagy nem kérdez, plusz biztosítani hozzá a szoftvert, a mindent. Tehát ebben a helyzetben azért súlyos sérülések voltak a különböző szereplőkben, akár a oktatói gárdában is, meg ki könnyebben vette, ki miért, meg adatot gyűjtött, ki meg kevésbé, tehát eléggé távolról állt a dologhoz, legyen meg a lecke, mondjam el a Teams-be, igaz, hogy kikapcsolt minden vizsgáló, vagy minden hallgató, vagy minden tanuló, nem figyelt oda, de végül is megvolt. Hát magamnak elmondtam, és így tovább. Tehát azért, ha az ember gyakran tart értekezletet, órát egy informális kommunikációs rendszerbe, akár Teams-en, vagy Zoom-on, vagy Meet-en, vagy tök mindegy melyik platform, vagy Krétában. Tehát ugye itt jön be az, hogy egy órán mégiscsak ott ülnek az egyedek az emberre szembe, nézem az arcukat, látom, hogy a pad alatt SMS-ezik rá. Gábor, ha-ho, itt vagyok, tehát próbálom kontaktusba tartani az embereket. Ugye ez az online kommunikáció, ez a dolog, ez tökéletesen átalakult, mind a felsőoktatási oktatás folyamatában, mind a köznevelésbe, és a tanárok is nagyon változón álltak ehhez. Volt, aki nyugodtan hátradőlt, hát igaz, hogy mindenki kikapcsolta a mikrofon vagy a kameráját már réges-rég, de én elmondom, és túl vagyok rajta, biztos, aki figyel, az figyel és megérti. A másik fele meg nagyon erősen rajta volt, hogy megpróbáljon tényleg egy interpersonális közeget fölépíteni a hallgatókkal, és meg is lehetett ezt csinálni nyilván, hogyha mindenki bekapcsolja a kameráját, ott van, követem, kérdezünk, válaszolunk, és így tovább. De nekem azért az Én a robot című mű, meg a film is azért nagyon sokszor eszembe jutott, hogy miközben örülünk annak, hogy az informatika és az eszközök mennyi mindenben segítenek bennünket, és mennyi minden könnyebben mehet, hát a jövő iskoláztatásába én remélem, hogy azért nem szorulunk bele egy úgynevezett digitális oktatásba, bár jelzem azt, hogy ugye a kormányzat oldaláról mindig tantermen kívüli digitális munkarendről beszéltünk, véletlenül se digitális oktatásom, ez nem az volt. Tehát itt többen elmondhatok, hogy valóban azért az egy magasabb szint, ahhoz azért sokkal többet kell teljesíteni, másként kell szervezni. Ez egy túlélésre ment, mi is készítettük az online tankönyveket, okos tankönyveket, csak mondom nektek, ugye, hogy az első évfolyamosoknak 80 darab videófilm van fel az okos portálon, ahol az első évfolyamos gyereknek 20 perces tanórák vannak, ahol élő erőben a pedagógus, erre felkészült tanár megtanítja, hogyan kell az E betűt rajzolni. Ott van a zöld csíkos tábla, ott vannak a kréták, a tanári asztal. Pont úgy történik minden a gyerek, mint hogyha az osztályteremben lenne egy kivétele, hátulról nem dobálják galacsinnal a társaik közben, hogy otthon van egyedül a kamera előtt, tehát ugyanúgy még az értékelés is megtörténik. Tehát próbálkozott mindenki valamilyen módon ezen a rendszeren túl lenni, de az, hogy túléltük-e, én azt mondom, hogy éppen, hogy csak túléltük, és most látva a következő hullámokat, pedagógus átoltottság, 12-ese 90%-a be van oltva, tehát nyugodtan tudunk majd edukáció kirándulást kiállítva szervezni januárban a jelenlétit, mert hozzák az oltási kártyát. Tehát a társadalom és az érintettek egy része ehhez intelligensen alkalmazkodik, de azért nem mindenki. És itt jön be az, amire Emőke is utalt, ennek az egésznek a személyiségre, a tudatra gyakorolt hatása, mert itt aztán
ez nagyon különböző dolgok vannak. Tehát én elég sok pszichológussal tartom, hogy a kapcsolatot családi életemből kifolyólag, és az elég ijesztő dolgokat mondanak. Tehát vannak tanulók, kiválóan teljesítenek az órán, tanárok remekül oktatnak, csak alig nyúlkál kétségbeesve, hogy ki segítsen neki, mert be van szorulva a képernyő és a virtuális világba, és nem segít neki senki. Tehát ehhez próbál kifele mankókat találni. És ez a Covid, azt kell, hogy mondjam, hogy nem segített ebbe, mert ez a fajta, virtuális világba való befeszülés az emberek egy részébe elég komoly belső feszültséget halmozott föl, mint hogyha nem lett volna épp elég előtte, és azért ezt levezetni értelmesen, normálisan, egészségesen, azért ez nagyon sok emberek nem megy egy könnyen. Úgyhogy én erre utalok azt, hogy azért átéltük, az, hogy nem lesz minden olyan, mint előtte, az teljesen nyilvánvaló, de nagyon sokan úgy gondolják, hogy ugye minden ugyanolyan lesz. És erre készülnek. Rengetegen. Azt látom mindenhol. Diákok, tanárok, oktatók, hogy hát visszatérünk a normál életbe. Hát nem tudunk visszatérni, mert nem ugyanaz van. Amit itt megtanultunk, amit itt fölépítettünk, amik működnek, ezek a dolgok, ezek nem fognak eltűnni, sőt, ezekre újra meg újra rárakodnak újabb fejlesztések. Tehát az oktatási rendszer szerintem valóban elmozdul ebbe a digitális irányba, ami nem baj, én sem mondom azt, hogy ez probléma, csak ezt azért óvatosan, intelligensen kell tudni művelni, kezelni, mert ebbe hát azért látok súlyos kockázatokat is. A beszélgetés során ugye két dolgok van, amihez feltétlenül kapcsolódik, a mérés, amit kedves barátom emlegettél, és ráadásul olyan közegben beszélünk a mérésekről, hogy Kelet-Európában az oktatási hivatal az, amelyik ilyen csúcs teljesítmény mutat a mérések szempontjából, és Európában is, igen. Tehát, hogy még csak nem is állunk feltétlenül rosszul a mérésekkel, ugyanakkor teljesen egyetértek veled, kedves Árpád, hogy nem mérünk eleget, tehát a pandémiát nem mértük eleget, amennyit kellett volna, nem sikerült rávenni a pedagógus képző egyetemeket, hogy most kéne összefogni, úgy, ahogy a Merkeli Béla összefogta az orvosi egyetemeket, és azt mondta, gyereke, most valami olyan van, ami nem fog megismétlődni. Ebben a formában biztos most kéne lemérni, elmúlt, nem mértük le, és ma már nem is emlékszünk úgy vissza rá, mint azokban az időszakokban, úgyhogy a kár minden nappal növekszik, tehát még mindig nem késő, de ez nagyon-nagyon-nagyon sokat segítene, mert most is ugye majd ilyen benyomások, családi és egyéb érzelmi hátterekből próbálunk kivetíteni, meg saját tapasztalatokból a felvezető előadásba, de milyen jó lenne, ha most előszednénk és prezentálnánk 10.000-es, 100.000-es, milliós adatokat arra, hogy az elmúlt másfél évben mi történt, ebből nagyon-nagyon kevés van. Hát lesz a kompetencia, ez valamennyit fog mérni, de ugye nem nagyon helyettesíti azt, amit megtehetünk. Van, ez nekem kifejezetten gond. A másik, jogászként én a lelkekhez kevésbé értek, de dermedten figyeltem, hogy mi történik a gyerekekkel, felnőttekkel ebben a másfél évben. Ugye a kicsi gyerekeknél jól lehetett látni, a tanítók sokat meséltek nekem, hogy ez mekkora gondot okozott, hogy ők nem voltak abban a közösségben. És csak egy kicsit a videóra, hogy oda tesszük videó elé, hogy az E betűt megtanulja. Hát a szülők egyetértettek azokkal az IT szakemberekkel is, akik azt mondták, hogy csak bizonyos kor után kapjanak eszközt, és dermedten figyeltük egy pár évvel ezelőtt, hogy a gyerekek már 2-4 órát vannak az online térben, és riadoztunk szakemberek, hogy mi lesz ebből a generációból. Most az oktatási közigazgatás és a politika és a megoldás, amit hozott a Covid, oda kötötte napi 8 órára plusz házi feladat. Már még ugye azt se engedjük el, mert a pedagógiai szokásaink olyan erősek, hogy még házi feladatot is adunk a gyerekeknek. Tehát, hogy ma már akkor is ijedtek voltunk, amikor 2 órát töltött online, vagy 4-et, és most meg a 8-nál se beszéljük végig a dolgainkat, hogy vajon mit fog ez okozni ezeknél a gyerekeknél. Ott olyan tennivalók vannak, amelyeket egész egyszerűen nem fogjuk tudni megsporolni. A 9-esek, generációkkal beszélgettünk sokat, 9-esek azért borultak be, mert
két éve várták, hogy gimnazisták legyenek, majd gimnazisták lettek, és hazazavarták őket november elején. Hányan beborultak, nem mentek föl a többet az online térbe, megbuktak, vagy nem buktak meg, de azért, mert a tanárok egy kicsit lögdösték őket, de normál esetben simán buktatták volna őket meg. Ugye említettem, hogy az én ikerlányai mérettségiztek, hát szegények se szalagavató, se afterparty, se szerenád, se semmi, amitől 12-ben egymás nyakába borulva azt mondják, hogy de jó volt együtt gyerekek, és mi milyen jó csapat voltunk. Ez mind kimaradt náluk, ezt utólag próbáltuk pótolni ilyen idétlen megoldásokkal, utólagos szalagavató, gondolhatod, milyen szép volt. Tehát hogy úgy sajnáltam ezeket a generációkat, ahogy kiestek ezekből az élményekből, és ez a túléltük, azért veszélyes azt mondani rá, hogy igen, és hajrá, kezdődjön a holnap, mert ezek, hát hogyha építészmérnök lennék, akkor azt mondom, falakat építettünk, és pontosan tudjuk, hogy milyen gyenge. És most ne csináljuk azt, hogy vesszük megint az erős téglákat, és pakoljuk fel, valahol összeomlik. Valamikor az egész szétroppan, amit magyar társadalomnak hívunk, úgyhogy most össze kéne fogjon mindenki, az IT-s, a jogász, a közigazgatási szakember, a pszichológus, a szülővel együtt, és azt mondja, gyerekek, minden falat erősítsünk meg, minden gyermeket erősítsünk meg, minden felnőttet erősítsünk meg, mert ha nem, akkor elrobbanunk valahol, vagy a fene se tudja, hogy mi történik. Még egy a hátrányos helyzetű gyerekeknél. Ugye azt láttuk, hogy az első felmérés az azt mutatta, hogy viszonylag jól állunk digitális eszközökkel. Tehát még az elmaradottabb térségekben is a mobiltelefon ott van, tehát nem tűnt olyan nagynak a baj. Igen, ám csak ilyeneket láttam, hogy én egy szeretetszolgálatnak is dolgozom, és elmentem egy Borsod megyei kis faluba, vittem karácsonyi ajándékot. És a helyieket kérdeztem, akik segítették a fiatalokat, hogy a digitális oktatás a mi helyzet. Ez 2020-ról beszélünk. Azt mondja, hogy hát szereztünk mindenkinek tabletet, másnap a közeli nagyváros piacán árulták a tableteket, nagyon olcsón. És azt mondta, és aki megtartotta a tabletet, az se tudott nagyon dolgozni vele, mert az összes magyar mobil szolgáltató gyenge ott, annyira gyenge, hogy csak a szlovák ér át. Tehát ők gyakorlatilag adatroomingolással tudták volna elérni azt, hogy ők a saját iskolájukba bármilyen teljesítményt nyújtsanak. Tehát, hogy a felmérések ilyenekkor is kellenek, hogy azt mondani, akár politikai eszközzel, hogy nem maradhat fehér folt ebben a kicsi országban, amiben még hegy sincs, hogy ne fedjük le internettel, vagy mobil internettel, és akkor a gyerekek tudjanak tanulni. Tehát, hogy sok, és akkor még nem beszéltünk arról, amit említettél, hogy azok, akik egyébként hátrányos helyzetben voltak, egy ilyen ugrástól, amit a magyar társadalom meglépett, egy ilyen innovációs ugrástól, hogy maradtak aztán végképp a szakadékba, tehát iszonyatosat kell nyúlni utánuk, hogy segítsük, mert az eddigi, nem tudom, tehát egy Borsod megyei falut látva a leszakadás, vizuálisan megnézni a leszakadást, azt még úgy valahogy értjük, meg lefelé nem megyünk oda, de a virtuális térben ez a leszakadás, ez meg olyan is, hogy el is tűnnek a szemünk előtt, azt hisszük, hogy minden rendben van, azt hisszük, hogy a világ szép, mert szép világot látunk, és akkor ha még az ottani nyomorhoz a digitális nyomor fog csatlakozni, akkor szerintem elbuktunk. Még egy gondolat eszembe jutott, hogy a kommunikáció, tehát hogy az a fajta kommunikáció, ami most a digitális térben történt, az nagyon rossz volt. Ez egy egyoldalú kommunikáció volt, ez okozta zömében azt, hogy a pedagógusok sokkal több leckét adtak, annyi leckét adtak a diáknak, amit már meg se próbált megcsinálni, tehát hogy mert hogy az adott biztonságot a pedagógusoknak, ugye ezt nálunk sokkal fejlettebb digitalizált országok mutatják, finnországi kutatás, hogy azt mutatta, hogy igenis azért adott annyi leckét, mert úgy érezte, hogy ezen a térben ő nem tudja megtanítani a tananyagot. És hogy biztos legyen benne, hogy ez átmenjen, odaadta nekik, hogy akkor tessék, oldjátok meg, és csináljátok meg magatoktól. Az egy olyan országban, ahol bizony a digitalizáció az oktatásban sok területen már elég fejlett. Tehát, hogy ez a fajta egyoldalú kommunikáció, ami itt megvalósult, arról nem beszélve, hogy én például borzasztóan rosszul érzem magam, amikor nekem elő kell adni a kamerának.
És akkor fogalmam sincs, hogy a kamera túloldalán mi történik, ki hallgatja, ki nem hallja, mit tudok róla, még akkor is, hogy a felnőtt emberekről beszélünk, és annak mondom, vagy annak gondolom, hogy mondom, mert ugye nem tudom. Tehát pláne akkor, hogyha ha diákokról, vagy esetleg kisgyerekekről van szó. Tehát ez a fajta formája a digitális térben történő kommunikációnak, arról nem beszélve, hogyha megnézzük, hogy a metakommunikációnak és a tényleges információnak az átadásban mekkora szerepe van, és a tényleges információ az ugye 7% körül mérhető, mind a többi metakommunikáció, ennek nagy része kiesik, mert nem látszik, mert maximum a fejem látszik, meg a hanghordozásom, hogyha jó vétel van mindenütt az interneten, akkor talán átjön. De akkor gyakorlatilag mit adtunk át? Szinte semmit. Próbáltunk tanácsadást csinálni, logopédia, azt gondolnánk, hogy ez majd milyen jó lesz, hát ömlött rólam a víz. Tehát úgy éreztem, hogy ha most majd csak valami történik, szakadozott a vonal, állapítsam meg, hogy annak a gyermeknek a hangja az milyen, hogy használja a hangzókat, és mondjak felelősség teljesen valamit. Hát úgy éreztem, én úgy elfáradtam, hogy nem emlékszem olyanra, hogy én 3 óra alatt ilyen szinten kimerüljek, mert nagyjából így sötétbe tapogatóztunk. Most ha így dolgozunk, és ebben a formában tévesztjük meg, bocsánat, saját magunkat, meg a szülőt, mert akkor azt hiszi a szülő, hogy mi relevánsan meg tudtuk ezt állapítani, holott ez nem igaz, akkor ez a fajta kommunikáció nagyon át kell gondolni, hogy hogyan tudnánk használni, és hogyan tudnánk azokat az elemeket is, akár azt átgondolni, hogy milyen megvilágítás kell, hogy lehessen látni a metakommunikációt, mekkora képkivágás kell, hogy tényleg átmenjen az, amit mondok, és nem én otthon, a lakásomban próbálom megnézni, hogy milyen világítást csináljak, meg az hogy nézhet ki, hanem segítséget kell adni a pedagógusnak, mert ez így biztos, hogy nem fog menni, és nem tudom, hogy csak mi pedagógusok vagy logopédusok biztos nem tudjuk egyedül megoldani, tehát kell az a fajta a technikai segítség, informatikai segítség, ami ezt talán összeköti ezt a két dolgot. Hát te vagy a moderátor, te jössz. Köszönöm szépen, azonnal visszaadom a szót. Nehézségekről, veszteségekről igen mély gondolatokat hallottunk, és hát ugye, ahogy a legtöbb gondolat zárult is, ez még a bizonyára több év múlva derül ki ennek a valós mélysége is, és távlatai ennek a másfél évnek, és még most se vagyunk a végén. Infotér konferencián vagyunk. Hallottunk már digitális oktatás, oktatás digitalizációja, digitális eszközök szavakat a mostani beszélgetésünkön is. Az oktatás digitalizációja már a pandémiát megelőzően ugye elkezdődött, kétségtelen, hogy egy jelentős fejlődésen ment át az elmúlt másfél évben, és hát egy nagy térnyerésre számítunk a közeljövőben is már, illetve a jövőben. Önöket is, mint nyilván itt a legtöbb résztvevőt, megtalálja így a kérdés. Akár az oktatás-oktatás szervezés operatív résztvevőit, jogvédőt, jövőkutatót, hogyan látják ezt pár gondolat erejéig? Köszönöm. Hát én ezt a dolgot optimistán látom egyébként. Mármint azt, hogy a jövőben az oktatás különböző szegmenseiben a informatikai eszközök, akár mesterséges intelligencia beépülése az megtörténik, vagy a mostaninál sokkal jobban történik meg. És egy nagyon rövid visszatekintés hadd adjak. Tehát azért, ahogy itt el is hangzott korábban, hogy Magyarországon azért, ugye miközben itt a több száz országban bezártak az oktatási rendszerek, tehát pandémia van, mindenki hazamegy pont, és akkor biztonságban van. Tehát azért nálunk azért ugye ciklusok voltak, tehát azért igaz, hogy a 2020-ban volt egy nagy ijegység, amikor én is jártam be dolgozni kocsival, mentem végig a városon, Budapesten, hót üres minden, autó zéró, és akkor mindenki otthon, maradj otthon, tehát ehhez képest ugye radikálisan megváltozott a dolog. Tehát az iskolák be voltak zárva, majd ugye az a döntés volt, hogy visszajön mindenki, aki tud, és akkor majd itt szakaszokba működik a dolog, meg olts be magad, legyen oltás, és ezáltal legyen védettség. De most ott vagyunk, hogy növekszik valamennyit ez a szám, de az ágazat nagy része, tehát ugye több mint 1,2 millió gyerekről beszélünk, tehát azért nagy szám, óvodától, általános iskolánál, szakképzéstől, stb. Tehát ennek a legnagyobb része az ott van benn, dolgozik, működik, tehát megy, használja az informatikai eszközöket, a platformokat, minden, ami mögötte van.
Tehát szerintem azért ezt jól vettük, biztos, hogy tényleg túléltük a kintkeservel is, de hogy a jövőre ez hogy fog hatni, és hogy megvan ehhez az eszköz és a feltételrendszer, én azt gondolom, hogy nagyon sok minden megvan, hogyha akár megnézem egy Angliát, Egyesült Államokat, akár Japánt, vagy mehetek bárhova, Finnországba, tehát nem állunk rosszul, ne ígyük azt, hogy itt valami kelet-európai gyenge valami struktúra van, tehát ha megnézzük az oktatási igazgatás jellegét, emlékszem 98-ban nem lehetett az igazgatóknak levelet írni. A minisztériumból nem volt lehetőség arra, hogy küldjünk egy üzenetet, mert hát hogy? Ugye most eddig tart összes közneves intézmény vezetője, akár összes pedagógus, e-mail címére, ha kell, kaphat üzenetet, kaphat tudást, kaphat tananyagot. Tehát megvannak hozzá az informatikai eszközei az oktatás irányításnak, megvannak hozzá a platformok, 1700 tankönyvből, a nagy 1750 tankönyv van fenn PDF formátumban, letölthetően használhatóan az okosportálon, megvannak a digitális okoskönyvek, amik videófilmekkel frissen, fiatalon, a tartalmi szabályozók az igazodóan, bárki által szabadon használható, megvannak az érettségi követelmények, megvannak a felsőoktatásban a rutinok az egyetemeken, tehát azt gondolom, hogy nagyon sok minden létrejött, és jól állunk, sőt jövőre digitális mérés lesz, ha már beszélünk róla, a világ kevés, azon nagyon kevés országához fog Magyarország csatlakozni, ahol a kompetencia mérések is online platformon, digitális alapon mennek. Tehát az elmúlt 20 év oktatási igazgatása azért megtette azt, hogy megpróbált ezeket felépíteni, és nagyon sok helyen ott vannak azért az infrastruktúrák is, még akkor is, hogy valóban nincs nagy hegyünk, és a térerőben vannak helyek, amik olyan a szolgáltató, amilyen is nem lehet eljutni, de én azt gondolom, hogy ez a dolog, ez ilyen szempontból jó irányba megy, tehát a tananyag, a továbbképzések száma, a vezetőképzések, az értékelési rendszerek, az iskola adminisztrációs rendszerek, tehát ezek a legtöbb országban nyomunkban sincsenek, ami nálunk van már Magyarországon. Az egy más kérdés, hogy ezt mennyire használják intelligensen, okosan a szereplők egy ilyen helyzetben, és én itt látom a problémát, azon túl, hogy vannak terek és intézmény szintek, ahol helyi tényezők, vezetési problémák, hozzá nem értés miatt nagyon el vannak maradva annak el, hogy valóban ott volt a digitális tábla, és letakarták egy abrosszal, mert meg kell szárítani valamin. Tehát ezek súlyos hibák nyilván, és kidobost pénzek, de ma már azért a Covid valóban annyira sokkolta az oktatási rendszer szereplőit is, az iskola, óvoda világába, hogy hát valamit csinálni kell, valahogy meg kell oldani, ezért elkezdték ezek az emberek ezeket az eszközöket használni, és ebbe szerintem jelentősen tovább lehet menni. Valóban az egyik része az ennek, hogy mérni jobban az eredményeket, a teljesítményeket, azokat a gyenge pontokat, amire fejlesztést kell implikálni, rá kell építeni. De a másik dolog, amit megint csak ez hangsúlyozom, amit nagyon nehéz mérni, nem is nagyon lehet így, azok a pszichés mentális veszteségek, amelyeket nem tudunk, mert amúgy sem tudták megvizsgálni, megmérni egy kevésbé jól működő iskolába, egy nagy létszámú osztályban annál a gyereknél, ezek itt felerősödnek. Tehát ebbe a dologban a kohéziós hatást, erre nagyon kell figyelni, és ha ebbe be lehet még vonni bármilyen módon informatikai eszközöket majd a jövőbe, hogy a különböző összetételű csoportok tudásánál a tudás mérni, a lemaradókra jobban figyelni, testre szabott a feladatokkal ösztönözni őket, motivációs eszközöket bevinni, azzal szerintem lehet ezt a dolgot kezelni, de egyébként én azt látom, hogy ez az a pont, ami nagyon veszélyes. Mert ugye amikor informatikusokkal beszél az ember, fejlesztőkkel beszél, csillogó szemmel lelkesen mondják azt, hogy merre megyünk előre, remek szoftvereket fejlesztünk erre, amik működnek, csak mindig vannak az alkalmazók, ott valahol az ország valamelyik falujába, akárhol, ahol pont nem megy, mert nincs térerő, vagy nem tanulták meg, vagy nincs rá frissítés, és így tovább, és akkor kudarc, és akkor nem használják. Tehát ebben a felzárkóztató, nyomon követő, a támogató rendszereket kell majd kiépíteni ehhez a digitális eszköztárhoz, mert különben nagyon nagy leszakadások lesznek mindenhol. Én is optimista vagyok, és ezért gyors leszek, és azt javaslom, hogy lépjünk föl egy ilyen magasabb hegyre. Árpáddal azért szeretek konferenciákra járni, az ő jövőkutatás és az ő beszélgetése engem rendszeresen igazítanak, vagy terelgetnek, és ez egyik legizgalmasabb dolog,
amit most azt gondolom, hogy a digitális oktatás után végig kellene vinni, hogy ne engedjük, hogy a kudarcaink azok megijesszenek. Tehát egy csomó ember megijedt a digitális világtól, megijedt az informatika világától, és nem akarja, hogy ez még egyszer hatással legyen. Ez baj, meg kell őket nyugtatni, segítséget kell adni, ahogy az elnök úr említette. De valószínűleg az igazi segítség az az, hogyha fölmegyünk erre a hegyre, és azt mondjuk, amivel kezdte Árpád ma a beszélgetést, mi az az oktatás? Definiáltuk-e, hogy mi az oktatás? Tovább megyek, azt kérdezem, hogy miért oktatunk? Mi a célja az oktatásunknak? Miért adunk mandátumot egy szakmának, hogy a gyermekemet, aki minden reggel kirángatok az ágyból hétköznap, elviszem, hogy csináljon vele mit is? Tehát ha nem definiáljuk, hogy az oktatásunknak mi a célja, akkor az, hogy a digitális eszköz ezzel mit csinál, a tök mindegy. Tehát ha nem tudjuk, hogy merre megyünk, akkor mindegy, hogy szaladunk el, vagy egy helybe állunk, és ezt látom egy komolyabb gondnak. Ráadásul azt veszem észre, hogy az oktatásról szóló vitáink azért rekednek meg, mert minden adat és minden siker ellenére a régiónkban, és most Kelet-Európáról beszélek, a közoktatás, mint közpolitika, az a béka hátsója alatt van mindig. Tehát egyszerűen minden fontosabb, a pénzügypolitika, külpolitika, gazdaságpolitika, minden fontosabb, mint az oktatáspolitika, és ezért, hogyha oktatási vitát kezdeményezünk, akkor ez kicsi hasznosságú, kevés embert megmozgató dolog lesz, de ha elkezdenénk egy olyan vitát, hogy és milyenek legyünk mi magyarok 50 év múlva, na az már egy izgalmas dolog lehet, és ehhez, hogy ezt hogy segíteni az oktatás, és ezt hogy segíteni a digitális környezete az oktatásnak, az már egy izgalmas terület lehet, és akkor már tudunk használni meglévő forrásokat, föl tudunk építeni egy csomó mindent. Tehát, hogy valószínűleg nem új kérdéseket kell föltenni, hanem a régi jó kérdéseinket kell elővenni, és megnézni, hogy ebben az új környezetben működnek-e, vagy megválaszoltuk-e, mert szerintem nem. Igen, sajnos közben itt igencsak időszűkében vagyunk, egy pár gondolatra van csak idő lezárásként is, köszönöm. Jó, én csak annyit szeretnék kérni a konferencia résztvevőitől, hogy az együttműködés legyen meg, hogy a különböző ágazatok között legyen sokkal intenzív kommunikáció, és ne egymás mellett fejlődjenek, hanem azt gondolom, akkor sokkal több eredményre jutunk, és jobban megtaláljuk a kérdéseket is, meg talán a válaszokat is. Ilyen szép zárszavak után tök trollság elrontani az egészet, mármint, hogy nem ilyen szép szavakkal. Mint egy nyuszi, így potyogtatok néhány gondolatot, mert hogy csak három mondatra van idő. Én digitális oktatásnak azt hívom, az a kezdete, amikor valaki belép, és mint egy folyamaton így végsuhan tantárgyról tantárra, tudjuk, hogy hova akarjuk eljutatni, és egy élményszerű oktatásba vesz részt. Ezt meg tudjuk csinálni, ez még nincs, de tudjuk csinálni. Kettes, minden más rendszer ezt profin csinálja, tehát körülöttünk. Én most azt mondom egy hallgatómnak, hogy nézzen utána egy laposföldes cikknek, akkor két hét múlva laposföldesként fog visszajönni, mert bekerül egy olyan spirálba, buborékodba, hogy azt hiszi, hogy ez a világ. Tehát, hogy eddig is tiszteltem a munkádat, de ami ezen túl lesz, az a szívó. A digitális oktatás az lesz, hogy nincs benne digitális, tehát annyira elrejtőzik 10-15 éven belül a technológiai, nem foglalkozunk vele, hanem újra visszakerülünk az emberire. Én abszolút optimista vagyok, a fejlődő országban is dolgozom, itt is, mindenhol, és látom, hogy nagyon-nagyon jó működik, de mindig akkor, amikor ezt a kérdést, amit föltettél, hogy mi az oktatás, megválaszoljuk, mert az oktatás az, tehát értem, hogy elkezdtek tisztelni jobban, mint tanár, de lehet, hogy csak mint nevelőt tisztelnek jobban, és nem mint tanár. Ha én nem tudom megválaszolni azt, hogy miért tanuljon, akkor bajban vagyok. Én nagyon sok ilyen projektem van, ahol az embereket kell motiválni. Mondjuk, hogy egy informatikai cég megkeresett, hogy figyelj, Árpád, old meg, hogy 5 év múlva is meglegyenek ugyanezek az embereim, mert akkor nagyon sokat fizetek neked, mert ez folyamatosan elmennek ezek. És akkor megegyeztünk, majd 5 év múlva kiderül, hogy sokat fizete, de ott például a tanulást használom arra, hogy maradjanak, és imádják, és tanulnak. Tehát, hogy itt emberek akarnak tanulni, csak be kell tenni őket egy flow rendszerbe. A méréssel kapcsolatosan meg ennyi, hogy itt is a cél lesz az, mert mérni lehet sok minden, csomó adatunk lehet. Például az én hallgatóim az évelején kitöltik, hogy nyilván egy alap, hogy leadok nekik egy tesztet, csak akkor látni fogom, hogy honnan, hova jutnak el. Tehát fél évén kitöltik ugyanazt, és akkor látom, hogy valahonnan eljutott valahova. De hát ugye ezek okos hallgatók, bónusz teszt, előre mennek a fél évi anyagba, és maximálisra kihozzák. A fél év végén kijön, hogy butábbak lettek, mert a fél év végén már nem figyelnek annyira a tesztre.
és ők örülnek maguknak, de én is, mert így megnézték a fél éves anyagot előre, és azt hiszik, hogy átvertek, de én meg tanítottam nekik valamit, és egy csomó ilyen kis trükköt alkalmazok, úgyhogy én azt gondolom, hogy volt eddig 10 lehetőségünk, most van 100, és ezekkel variálunk, de imádom a kütyüket, tényleg, szerintem túlságosan is, de nem a digitális szerintem ebben a kulcs szó, hanem az interakció meg a figyelem, és tényleg ez az elszó, hogy tudom, többször elhangzott, de az e-business hallgatóimat is arra tanítom, hogy azért zárunk buborékba, egyrészt megmutassuk a mi üzenetünket, de leginkább azért, hogy ne lásson más buborékot. De itt fordítva van, tehát tényleg nem látjuk a digitális térben, akit nem látunk, fogalmunk sincs róla, hogy mit csinál, és én szerintem ezt meg kell oldani azonnali módon. Köszönöm szépen, ezt akkor tekinthetjük zárszónak is. Köszönöm a közönségnek a türelmet, hogy itt ezt a csúszást még végighallgatták türelemmel, és hát nagyon szépen köszönöm minden résztvevőnek a mai beszélgetést. Én azt gondolom, hogy emészthetjük ezt még a ma délután, illetve a napokban. Mély gondolatok voltak, köszönöm szépen.